És úgy tervezzük, hogy akár november 1-ig, vagy amíg a végrehajtások le nem állnak. Tehát addig itt leszünk. A egyre több helyről kapok ígéretet és regisztrációt, hogy akkor jönnétek, és itt lesztek akár sok napig is velünk. Én ezt kérem továbbra is, hiszen egy rendezvény akkor tartható fenn, ha legalább két fő ott van. Tehát lent is, és a fönti helyszínen is kettő-kettő főnek éjjel-nappal ott kell lennie. Sátorozni hidegbe, melegbe, egyébként jó buli szerintem. Nyilván meg kell oldani, hogy ki az, aki a munkából el tud szakadni hosszabb időre, több napra. Lehet csatlakozni néhány órára, lehet néhány éjszakára, de lehet akár novemberig is. Én azt kérem, hogy aki ezt bevállalja, ő egy nagyon nagy áldozatot hoz. Aki ezt nem tudja bevállalni, mert dolgozik, hát akkor segítsen. Segíthet anyagilag, étellel, itallal, vagy csak azzal, hogy idejön és támogat, tehát ez is benne van ebben a dologban, mint ahogy most is idejöttetek ilyen sokan, és én azt gondolom, hogyha nagyon sokan, nyilván el fogtok ma este menni, teljesen természetes, de maga az a lélektani támogatás, hogy kitartsunk. Ugye nem olyan könnyű itt kitartani, főleg amikor nem vagyunk sokan, mert akkor jönnek esetleg olyan emberek is, akik nem értenek velünk együtt. Ővelük beszélgetni kell. Van, akivel tudjátok, nehéz beszélgetni, szerintem mindannyian tapasztaltátok már ezt a történetet. Ehhez kell lelki erő. De ha tudjuk azt, hogy több száz ember, vagy több ezer ember van otthon, aki most ránk gondol, és velünk van, és adott esetben, amikor mozdulni kell, jönni fog, akkor sokkal könnyebb ezt átvállalni. Én elég sokat leszek fönt ezen a héten, hétvégéig biztosan, aztán hétvégén mindig kicsit többen vannak, akik meg tudják oldani, akkor lehet, hogy hazamegyek egy kicsit intézni a dolgaimat, aztán majd megint visszajövök, most tele van a kocsi mindenféle, akár hosszú időre alkalmas felszereléssel, és láttam, külön köszöntöm, akik gyalog jöttek hátizsákkal, és benne a sátor és a hálózsák, tehát úgy gondolom, hogy ők is sokáig tervezték, hogy itt legyenek. Sajnos mindenkit személyesen nem ismerek, de majd, ha itt fönt fogunk csövezni, akkor egész biztos, hogy lesz. A cél az, hogy a miniszterelnökünk ne tudjon egyetlen napon sem úgy hazajönni és elmenni, hogy nem mondjuk azt neki, hogy követeljük a végrehajtások és kilakoltatások azonnali leállítását. Ebből a hajrából és a tapsból én azt látom, hogy nem csak én gondolom így, és ha sokan gondoljuk, akkor ez bizony akár működhet is. Nagyon örülök neki, hogy Árpival sikerült beszélgetnünk erről. Árpi, megteszed, hogy ide jössz egy picit, mert majd át is adnám mindjárt neked a mikrofont. Köszönöm. Azt hiszem, egy történelmi pillanat ez, ami most történik, és nagyon, nagyon örülök neki. Azt tudnotok kell, hogy jó néhányan a hétvégén sírva hívtak fel, és ott sírtak a telefonba, hogy micsoda nagy dolog. Én azt gondolom, hogy valóban történelmet írunk ezzel. Nagyon fontos, hogy találjunk valamit, amiért együtt ki tudunk állni. Ha ez csak addig tart, amíg a végrehajtásokat leállítjuk, az sem baj. Ha ez tovább megy, és megtaláljuk azt, hiszen azért itt beszélgettünk sokat, vannak a módszerekben még némi nézeteltéréseink, de ez sem olyan nagy probléma. Találjuk meg azt a közöset, amiben tudunk együtt menni, és akkor menjünk együtt ezen az úton. Aztán, ha majd megint elválnak az útjaink, ugye azt is tudjátok, Árpi készül választásokra, én nem készülök, de ez nem jelenti azt, hogy nem tudunk együtt működni, amikor látunk valami közöset. Aztán, ha elválnak útjaink, elválnak, majd ha megint lesz valami közös az életünkben, akkor megint tudunk együtt működni. Ugyanígy fönt volt délelőtt, vagy reggel a munkáspárt néhány képviselője, valószínűleg másoktól is fognak még jönni, akikkel nem mindenben értünk együtt. De találjuk meg azt a picit, és akkor össze tudunk fogni, azt megoldjuk, aztán megint megy mindenki a dolgára, megint lesz valami ügy, akkor megint megoldjuk. És én erről egy kicsit beszélgetnék most így együtt. Árpi is elmondja, én is elmondom, ha valakinek van hozzászólása, vagy szólnivalója, ő is elmondja, talán más szervezetek vezetői is vannak itt, ők is elmondhatják, ki mit gondol erről, hát ha megtaláljuk a közöset. Nem tudom, így jó-e? Beszéljünk el. Akkor, ha megengeditek, én Árpinak át is adnám a mikrofont.